Két javuló formában lévő csapat csapott össze Pakson a Gesztenyes úti sportcsarnokban. Az atomerőmű ESE a Sopron KC-t fogadta a férfi NB1-es kosárlabda bajnokság hétközi fordulójában. A hazaiak továbbra is Watkins és Medve nélkül, míg a vendég teljes kerettel várta a találkozót. Szamenasz és Tájbi találataival az ASE kezdett jobban, de a nyitó negyed derekán magára talált az SKC. Pult Gergely volt a vezér, és 23-12-re meglépett a látogató. Az Atom 7-0-ás rohanással válaszolt, így 10 perc után 19-23 állt a táblán. A második etapban Kovács Ákos találataival átvette a vezetést a piros-kék gárda, de egy percen belül Will és Szamenasz is megsérült, amit kihasznált a Sopron. Az Alexics egylet azonban nem tudott meglépni, a félidő utolsó kosarát Gulyás Milán szerezte, így 37-38 volt az eredmény a nagyszünetben. A térfélcserét követően Szamenasz visszatért a pályára, már erősen húzta a lábát. A Paks ebben a periódusban Gilbert pontjaira épített, a túloldalon Johnson és Miles felelt a kosarakért. 30 perc után még semmi sem dőlt el, 52-52-ről indult a negyedik negyed. A hazai zóna ellen remekül céloztak kintről a kékfehérek, Mills, Dénes és Miles is gyilkos triplákat dobott, a végjáték előtt 10 egységgel tartott előrébb az SKC. A hajrában Kovács Ákos és Gilbert találataival azonban csak kozmetikázni tudta a különbséget az ASE. Teo Csizmis csapata a végére létszámban és a fáradtság miatt elfogyott. A végeredmény atomerőmű ESE, Sopron KC, 72-78. Most sikerült egy hajtos, kemény mérkőzést játszanunk a Pakssal. Ezúton is szeretnék nekik is gratulálni. Egyre jobb formában vannak, a látszik az elmúlt időben. Azt gondolom, hogy sok mindenben előreléptek. Látszik, hogy nagyon élvezik a játékot, tele vannak önbizalommal. Igyekeztünk kihasználni azt a fajta védekezési szisztémának a gyengeségét, amelyekkel ők játszanak. Ez többé-kevésbé sikerült, de azt gondolom végig egy nagyon szoros mérkőzés volt, és egy jó meccset láthattak a kilátogatók. Sajnos a végén nem sikerült megbontanunk a védelmüket, ahogy kellett volna. Több dobást kintről eresztettünk el. Ezek nem mentek be, úgyhogy a végén közel 10 pontos hátrányt összeszedtünk, de azt hiszem, hogy ebből tudunk építkezni a jövőre nézve, hiszen látszik, hogy feljövőben van a csapat, egyre jobb formába kerülünk, és hogyha többen leszünk, akkor még hatékonyabbak tudunk lenni, és bízom benne, hogy győzelmek is fognak érkezni a továbbiakban is.